Sziasztok, ez itt a Klik TV, én pedig Karcsi vagyok. Ebben a videóban az új Moleskine Noteszemet szeretném megmutatni nektek. Már korábban is ilyet használtam, ám az betelt, úgyhogy kénytelen voltam venni egy újat. Természetesen nem volt kérdés, hogy ez is legúj mintás lesz, éppen ezért aztán ezt a fehér Noteszt választottam. Ez ugyanolyan csíkos, mint az elődje, ám annál kétszer nagyobb, és fekete helyett fehér, ami szerintem sokat dob a hangulatán, ez jóval vidámabb és barátságosabb megjelenésű, mint a fekete volt. Ahogyan az elődjének is, ennek is az elején van egy legó építő elem, ami kidomborodik a borítónak a síkjából, ez adja az egésznek leginkább a legós jelleget, no meg a minták, amik rajta vannak. Három darab minta van a borítón, mindegyik a minifigurát ábrázolja, amolyan műszaki rajzszerűen, és szerintem ez nagyon-nagyon aranyos, nagyon-nagyon hangulatos. Még egy apró legós jelleg van a borítón, méghozzá a borító hátulján egy legó logó van belenyomva ebbe a bőrkötésbe. A legós dekoráció már a csomagolásnál is nagy szerepet kap, ám azt úgy is eltávolítjuk, úgyhogy csak a kedvcsinálóként tekinthetünk rá. Pedig nagyon jól néz ki, és szívesen megtartanám egy-két részletét a füzeten belül is. Azért aggódni nem kell, a füzeten belül is találunk néhány dekorációt, ami a legókockákra emlékeztet minket. Itt is van minifigura minta, a vázlatszerű és kicsit pontosabb is, illetve legókockákat is láthatunk az egyik borítón. A füzet első lapjai között találjuk az egyik legkedvesebb részletet, amennyiben elvesztjük a noteszünket, legó kockákban jutalmazhatjuk a megtalálót, és ezt fel is tüntethetjük ezen az oldalon. A noteszban lévő papírok nagyon jó minőségűek, szépen vonalazottak, igazán jó a tapintásuk, és tapasztalatból mondom, hogy jól esik az embernek rájuk írnia. A füzetben való tájékozódást nem csak a könyvjelző segíti, hanem az a két matricaív is, amin különböző színekben találunk matricákat. A különböző csoportokat, a különböző tartalmakat egy-egy színű matricával jelölhetjük, és így könnyebben megtalálunk majd mindent a füzetünkben. Az előző füzetem két-három évig szolgált engem, így biztos vagyok benne, hogy ez a kétszer nagyobb is nagyon sokáig a társam lesz. Nagyon jó a megjelenése, a körülöttem lévők figyelmét azonnal megragadja, aranyos és árulkodik arról, hogy én egy legórajongó vagyok. Éppen ezért nagyon szeretem, ráadásul a minősége is kézzel fogható, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy szerezzen be egyet, míg akkor is, hogyha elég borsos az ára. Többféle verzióban érhető el, van belőle kockás, sima lapú és vonalas is, én mindig a vonalast választom, és nem csak az oldalakban térnek el ezek, hanem a külső megjelenésben is. Köszönöm szépen a figyelmet, irány könyves volt, vegyetek egy molleszkint, sziasztok!